Köszöntöm kedves nézőinket, sportmagazinunkat látják. A következő fél órában lesz kézilabda, futball, fitness, fogadhajtás, veterán atlétika, de találkozhatnak Hidvégi Üstös Pállal is, aki leúszott Vásztól Mohácsig a Dunán. Érdemes lesz velünk maradni. A magyar csapat 4. első, 4. második és 6. harmadik helyet szerzett a szlovéniai Ptujban a veterán válogatott viadalon. A férfi-női összesített versenyben a harmadik helyen végeztek, a pécsi Vadász Kitti a legeredményesebb magyar hölgynek járó címet is elnyerte. Ezt a magyar veterán válogatott csapat nyerte a múlt heti ptuji veterán viadalon, amelyen 6 ország vett részt, és én ennek a magyar csapatnak a tagja lehettem. Idén Ptújban rendezték a veterán atléták szokásos válogatott viadalát, a megmérettetésre 6 ország sportolói érkeztek. A férfi-női összesített versenyben a magyarok 3. helyen végeztek, mindössze 9,5 ponttal lemaradva a nagyon erős cseh válogatott mögött. A pontversenyt az osztrákok nyerték. Ami óriási teljesítmény, hogy a férfiak pontversenyét a magyarok nyerték, Ausztria előtt. A magyar hölgyek a 3. helyen végeztek 126,5 ponttal. A PVSK-s Vadász Kitti második lett magasugrásban úgy, hogy ő ugrotta a legnagyobbat, 160 cm. Most jutottam ki először erre a versenyre, de már tavaly már megkerestek, már akkor benne voltam a válogatottba. Akkor nem sikerült eljutnom, mert önköltségesek ezek a viadalok, tehát mindenki a saját költségén utazik, és így ez nekem a tavalyi évbe nem fért bele, hiszen akkor is rengeteg más versenyem volt, és inkább azokra koncentráltam így anyagilag. Most idén sikerült úgy összehoznom, hogy tudtam vállalni az utazást, és ezért ott voltam. Hát ez úgy történik, hogy egy korszorzóval, a résztvevőknek a korának megfelelő szorzóval beszorozzák az eredményeket, és ezután kapjuk meg a tényleges sorrendet, és ez alapján így az én eredményem egy második helyre volt elég. Egy 65 éves hölgy nyerte ezt a versenyszámot 128 cm-rel. Az időjárás szuper volt, tehát gyönyörű szép napos idő. A verseny annyiban nagyon rossz volt a számomra, hogy elhúzódott nagyon, tehát egy másfél órás csúszással kezdődött. Utána még egy másfél óra múlva kerültem én sorra, tehát az egy nagyon, nagyon kellemetlen, hogy annyi ideig én bemelegítve maradjak és formába tartsam magamat, tehát nagyon elfáradtam a végére. Az alapján, a pont meghatározás alapján a magyar csapatban a legjobb helyen végeztem, tehát elsőként zártam, úgyhogy ezért is maradt nálam a kupa. Az idei szezon azonban még a vártnál is parádésabban sikerült Kitti számára. A jubileumi Masters Európa-bajnokságon Dániában, melyen 44 ország több mint 3500 versenyzője vett részt, sikerült a dobogó legmagasabb fokára állnia. Egész más a kettő, de így izgalomban, tehát érzésre is sokkal izgalmasabb volt az Európa-bajnokság. Ott számomra is nagyobb volt a tét. Az mégis egy egyéni verseny, saját korcsoportommal versenyzek. Itt pedig igazából nem tudtam, hogy hol állok a versenyzésben, mivel ugye aki 128-at ugrott, ő már rég becsomagolt, elment már, tehát ő már rég végzett a versenyzésével, én meg csak 148-an kezdtem, tehát így nem lehetett összehasonlítani. Kitti célja, hogy jövőre a fedett pályás Európa-bajnoki címet is megszerezze. A Pécsi Tudományegyetem 650 éves jubileumi programsorozatához az egyetemi sportklub, a PEAC egy gálameccsel csatlakozott. A PMFC stadionban a pécsi válogatott játszott a Fradival. Rengetegen voltak kíváncsiak a jubileumi gálamérkőzésre, hiszen amellett, hogy láthatták a pécsi focisták válogatottját, Magyarország egyik legnépszerűbb csapata, a Ferencváros érkezett a Stadion utcába. Ugye ennek már hagyományai vannak a PEAC-nál, ugye nem először találkozunk a Ferencváros NB1-es labdarúgó csapatával, így a
minden évtizedben szinte egy-egy mérkőzést játszunk, és az megtisztelő volt, hogy az első kérésre a Ferencváros igent mondott, és eljött ide. Én azt gondolom, aki itt volt, és megnézte ezt a mérkőzést, nem csalódott. Mi ezt egy ünnepnek tekintjük, és én azt gondolom, hogy tisztességesen helyt is álltunk. A Fradi részéről nem volt kérdés, hogy elfogadják a meghívást a gála mérkőzésre. Én 1991-ben végeztem a jogi karon, és elég gyakran jártam Pécs mérkőzésekre, és amikor megkeresett a Tamás Lajos és a Kecskés László, hogy szeretnék, hogyha a Fradi jönne erre az alkalomra, én nagyon-nagyon örültem, hogy itt lehetünk és jöhetünk, és rögtön megszerveztük már hónapokkal ezelőtt, hogy jövünk, tehát szinte a csapatnak a egyetlen egy fix mérkőzése hónapokkal ezelőtt ez volt. Több szálon is összeértek az érdekeltségek a meccsel kapcsolatban. Berzevici Attila például a pályán nem csak csapatának szurkolhatott, hanem az ügyvéd válogatott beli csapattársának a pécsi válogatottban helyet kapó Hergen Röder Tamásnak. Továbbá a hazai csapat egyik kapitánya volt az egykori pécsi egyetemista és a Fradi korábbi vezetőedzője Pruckner László. Fiatalságunkat itt töltöttük, és nagyon jól éreztük magunkat a 80-as években. És nagyon komoly érzelmi kötődésünk van mind az egyetemhez, mint pedig a Peachoz, és mint azokhoz az emberekhez, a Tamás Lajostól kezdve, akik, dr. Tamás Lajos professzor úrtól kezdve, akik évtizedeken keresztül hordták, viszik a hátukon a Peachot. És ugye minden évben nem hiszem, hogy sok egyetemi csapat elmondhatja, hogy minden évben képes összehozni egy öregfiúk mérkőzést, egy jambolit gyakorlatilag, ez most szombaton volt, tehát azon is itt voltam, és hát természetesen, mivel érzelmileg kötődöm ide, kötöttem a Ferencvároshoz is, hát ez nagyon-nagyon nagy örömmel fogadtam, hogy nem felejtettek el és gondoltak rám. Úgyhogy én ezt így élem meg, ezt egy ünnepnek élem meg valóban. Annak idején volt róla szó, hogy ide kerülök játszani, és akkor a Józsi bácsinál aztán másképp hozta az élet, aztán megint volt, akkor meg viszont már aláírtam Kaposvárra, úgyhogy most megadatott az, hogy egy pécsi csapatnak legyek a szövetségi kapitánya. A csapat összeállításáért Somogyvári József, a PTE Peac korábbi és Fazekas Andrásod egyetemisták mai mestere felelt, de a PMFC részéről is érkezett néhány játékos, így Márton Gábor is az edzői kvartett tagja volt. Megkértek, hogy ki az, akit mi tőlünk ajánlunk, nyilván egyetemi múlttal, ennek szellemét próbáltuk összeállítani, csak így nem könnyű, hogy szombaton van nekünk bajnoki mérkőzésünk, tehát igazából azért is voltak ezek a gyors cserék, fönn voltak, meg nem is, tehát igazából ez volt a szempont, szerintem nem erről szólt ez most. Ez gondolom azoknak a gyerekek, nem játszottak magasabb osztályba, játszhattak egy Fradi ellen, még akkor is, hogyha ez egy picit most vegyes volt, ugye sérülések, válogatottságok miatt, de hát akkor is nem hiszem, hogy sokuk játszott ennyi közönség előtt, úgyhogy szerintem erről szólt ez a történet. Próbáltuk összeállítani a csapatot annak szellemébe, hogy mindenki játszon, mindenki magának valaki sérülés után volt, tehát ilyen szempontok játszottak, nem a taktika, a többit azt rábíztuk a gyerekekre, hogy ott a pályán ezt ők rendezzék, lehet egy ilyen hatok módon összeválogatott csapatra, most egy taktika, meg hova álljunk, meg hova nem, de rendben volt, tehát úgy gondolom, hogy elérte a célját. Ahogy Márton Gábor említette, igencsak tartalékos csapattal érkezett a Fradi, de azért láthatta a közönség Tomasz Dolt, Kenet Otékbát vagy éppen Rui Pedrót. A többnyire fiatal játékosaival kiálló Ferencváros kényelmesen is kezdte a mérkőzést, így a szünet után hazai egygólos vezetéssel fordultak a csapatok. A második játékrészben viszont begyújtotta a rakétákat a Fradi, és végig uralva a félidőt a mérkőzés végére fordítottak a vendégek, de egy ilyen mérkőzésen nem is az eredmény fontos. Az NB2-be feljutás 10 éves évfordulóját ünnepelték Kozár Mislenyben az akkori bajnok csapat tagjai. Ezt a teljesítményt most különösképpen értékelik a szakemberek és a szurkolók, hiszen a mislenyi focisták 10 év után újra az NB3-ban játszanak. Az egykori gárda játékosai körbejárták a felújított stadiont is. A 2006-2007-es labdarúgó szezont senki sem felejti el Kozár Mislenyben. A felnőtt csapat a nagy rivális Szent Lőrinc elleni 2-0-ás győzelemmel bajnoki címet ünnepelhetett az NB3 dráva csoportjában. Az akkori csapat tagjai a feljutás 10 éves évfordulóját ünnepelték a megújult stadionban. Abban a szezonban Kanizsai Péter 10 gólt lőtt.
Mai napig szerintem a csapat nagy része nagyon jó kapcsolatot ápol, és szerintem ez volt az ereje annó ennek a csapatnak, és még a mai napig tényleg örömmel és büszkeséggel jövünk ide vissza. Most már egy kicsit ritkábban, de próbáljuk azért ezt a csapat szellemet még a mai napig megtartani és őrizni, ami úgy mondom, szellemiségünket, és ezt próbáltuk is átadni, úgy gondolom, a következőknek, kisebb-nagyobb sikerekkel. Kicsit bosszantó volt ez az utolsó szezon. Nekünk nagyon-nagyon fájó pont volt, megmondom őszintén. Én ezt tudom mondani többet magammal együtt. Nagyon fájó volt nekünk ez az utolsó kicsit csorba szezon, de szerintem nézzünk előre, és én úgy gondolom, hogy ez a Michelini közösség, ez a Michelini csapat, ami körülveszünk, ez az a millió, ez még tud komoly sikereket elérni. Herger Röder Tamás, aki annak idején 9 góllal járult hozzá a feljutáshoz, nem távolodott el a futballtól, játszik és teremtornákat szervez. Véleménye szerint a labdarúgók hozzáállása változott az utóbbi években. Én azt gondolom, hogy más generáció vagyunk mi. Ez a 80-as évek elején született generáció azt gondolom, hogy nagyon elhivatott volt, meg nagyon alázatos volt a futball iránt, és ez sajnos kiveszőben van a mai fiatalokból. Ez lehet kritika, bírálat, ezt tapasztalják edzők, játékostársak, az én korosztályom is. Sajnos más, ez egy társadalmi háttere lehet talán, hogy mi az oka annak, hogy ez így alakult. Mi teljesen más lehetőségek között nőttünk föl. Nekünk a futball és a játék az gyakorlatilag tényleg egy olyan közösséget jelentett, ahol megmutathattuk magunkat, és maximálisan minden figyelmünkkel igyekeztünk a csapatért és a csapat sikerért tenni. Ma már ez nem ennyire erős, és sokkal inkább az egyéni érdekek dominálnak. Meg teljesen más szempontok szerint gondolkodnak a gyerekek. Nem biztos, az ő hibájuk, nyilván a szülők is másként nevelik a gyermekeiket. Én azt gondolom, hogy azért is jó, hogy megvan még ez az emlékünk, és talán még át tudunk adni bizonyos szinten ezekből az elvekből az utánpótlásnak, mert jó, hogyha ez megmarad a futballban. Tehát nem szabad, hogy kivesszen ebből a játékból az elhivatottság, meg az alázat, amit mi a csapat, meg a játékos társak iránt tanúsítottunk. A Kozár Michelin csapata 2007-ben történelmet írt, feljebb léphetett méghozzá a második vonalba. Ezt a teljesítményt most különösképpen értékelik Kozár Michelinben, hiszen a csapat 10 év után újra az MB3-ban játszik. De mint ahogy a klubnál vallják, nem az elindulás, nem is a megérkezés a fontos, hanem maga az út. Ha ezt az elméletet bizonyos mértékig elfogadjuk, akkor könnyebben megérthetjük a Kozár Michelin labdarúgó csapatának történetét. Még egy utolsó pörgős nyárzáró délután tartottak a Kozár Michelini kis műfüves pályán. Ez volt az utolsó szabadtéri közös mozgás, mert szeptembertől a fitness edzések beköltöznek a sportcsarnokba. Deep Work, Zumba és Box Cross, ezt a három fitness irányzatot próbálhatták ki az érdeklődők Kozár Michelinben, a műfüves pályán. Még szabadtéren, ugyanis a nyári edzéseket itt tartották, szeptembertől pedig már a sportcsarnokban zajlanak a foglalkozások. Aki igazán intenzív, pörgős edzésre vágyik, olyan mozgásra, mely feltölt energiával, az próbálja ki a Deep Work-öt. Ez az egyedülálló edzés egyszerre feszíti meg és lazítja el az izmokat, a testet egységben kezeli, így a tréning nem szabdalódik külön izomcsoportokra. Ezért is jött ez a nyárzáró fit party ötlet, mert hogy nagyon szépen nyárnak a lányok egész nyáron ide órákra, le a műfüves pályára, plusz hogyha rossz idő van, akkor sportcsarnokban vagyunk. Itt azért vannak több helységről, tehát jönnek Pécsről, michelinek, szemeiek, egerág, úgyhogy így áll össze az egész csapat. Itt van a full kondi alakformálom, ahol eszközöket használunk, kézisújzó, bokasújzó, stb. Van a fitball oldalam, amire a fitball labdákkal edzünk, főként a korizmokat. Aztán van a deep work, ami egy funkcionális tréning, egy ilyen holisztikus funkcionális tréning. Kortól, nemtől függetlenül jönnek. Szokott jönni Pista bácsi például, aki 83 éves, aztán van 5 évesünk, úgyhogy hát mindenkit egyéntől fogva kezdek el edzeni, tehát külön odafigyelek rá, külön edzéstervet kap az órán.
A Deep Workot napjaink életviteléhez igazították, létrehozva egy olyan mozgásformát, mely során a maximumot tudjuk kihozni magunkból, mégse von el energiát tőlünk, hanem rengeteget ad. Terv szerint mindhárman, a zumbán mindenképpen, tehát azt nagyon szeretem, a namori óráit is nagyon szeretem, aztán a harmadikra meg igazából kíváncsi vagyok, mert nem sok mindent tudok róla. Hangulat igazából, ami ott van, meg hát Bazsi óráin mindig mindenki mosolyog, és jól érezzük magunkat, és abszolút nem az számít, hogy ki mennyire tud táncolni vagy mozogni. Korosztály az, tudom én, 20-tól fölfelé, sőt, kengusztam is, tehát az is... alapformás szempontjából ez nagyon meghatározó volt. Igazából két gyerekes anyukaként azért így nehezen oldom meg, de igyekszem azért a mozgást az életembe belevinni. A zumba Kolumbiából származó, könnyen elsajátítható, latin ritmusokra épülő tánc, mely fitness program is egyben. Aerobik és különböző táncok lépéseiből tevődnek össze a mozdulatok. Olyan ismert táncok alaplépéseit tartalmazza, mint a salsa, a flamenco vagy a hastánc. 2009-ben különböző speciális óratípusokat fejlesztettek ki, attól függően, hogy kinek ajánlják a gyakorlatokat. Egy zumba fitness órát fogok tartani, a zumba Latin Amerikából származik, Kolumbiából. Egy Beto Perez nevű úriember rakta össze ezt a fitness programot. A latin amerikai tánclépések vannak keverve, ötvözve az aerobikos mozdulatokkal, én ezt így szoktam a legegyszerűbben jellemezni, nem kell ezt nagyon bonyolítani szerintem, úgyhogy ez a legegyszerűbb, hogy a latin amerikai tánc, társas tánc lépések vannak ötvözve az aerobikos mozdulatokkal, igazából ez a zumba lényege szerintem. Én úgy gondolom, hogy 2-3 óra után már lehet követni abszolút a koreográfiákat, mert minden zenére ugyanazt a koreográfiát csináljuk, tehát nincsenek változtatva a dolgok, úgyhogy simán bele lehet jönni 2-3 óra után. Hány éves kortól, hány éves korig ajánlod a zumbát? Hát ez a 0-tól 99-ig, tehát bőve bárki jöhet, akinek mozogni van kedve és táncolni. A box cross óra alapja a box ütések, ütés kombinációk tanulása, gyakorlása, remek állóképesség fejlesztő és kalóriagyilkos edzés. A fitness nyárzáró délutánon mindenki megtalálhatta a kedvére valót a Kozár Mislenyi stadion kis műfüves pályáján. Az órák az őszbeköszöntével a sportcsarnokba költöznek. Nemzetközi női kézilabda tornán készült a bajnokságra a szekszárdi Fekete Gólyák KC. A horvát és osztrák ligában szereplő együttesek között a Gólyák a harmadik helyet szerezték meg. A kézilabda csapat táján nagy volt a mozgás nyáron. Tabajdi Ferenc szakmai igazgatóként folytatja a klubnál, a kispadra pedig tanítványa ül. 10 előkészületi mérkőzéssel készült a bajnoki rajtra a Gólyák csapata. Ezt egészítette ki az osztrák torna, melynek bronzérméről Tabajdi Ferenc szakmai igazgató azt mondta, a helyén kell kezelni, de jól szolgálták a sorozat meccsek a felkészülést. Ez a kupa ez azért volt nagyon jó, mert ugye itt a Dunántúlon azért eléggé behatároltak a lehetőségek, ugyanazokkal a csapatokkal játszunk általában, viszont ezen a tornán 4 külföldi csapat, 2 osztrák, 2 horvát volt, amely nem mindig ugyanazokkal kell játszani, újakat lehet gyakorolni. Jelentős változás állt be a nyáron a csapat életében azzal, hogy 35 évi edzőség után Tabajdi Ferenc felállt a kispadról, és szakmai igazgatóként folytatja a munkát. Feri részéről úgy érzem, hogy egy kicsit Feri elfáradt, ami 35 év után, 35 év edzősködés után érthető. Ő mindig is úgy jött ide is, hogy kikötötte azt, hogy az utánpótlással szeret foglalkozni, és azzal mindenképpen akar foglalkozni. Közösen megegyeztünk abban, hogy az idei évben csak utánpótlás csapatokkal fog foglalkozni, illetve mellette a szakmai igazgatói tevékenységet végzi. A felnőtt csapatnál a Horváth Simonetta és a Mészáros Melinda vette át az edzői feladatokat, és hát reméljük, hogy a fiatalság meghozza azt a lendületet, ami kell ahhoz, hogy jól működjön a dolog. Nyilván a Simo már a Feri mellett dolgozott egy pár évet, tehát azért a folyamatossága így megvan a dolognak. Az utánpótlás nevelés területén új hír, hogy a TAO pénzek felhasználásával tovább korszerűsödött a Garai Általános Iskola tornaterme, melyre 47 millió forintot áldozott a szakosztály két ütemben.
Hamarosan egy eredményjelző tábla is felkerül a csarnokba, és várhatóan itt rendezik majd az utánpótlás korosztályok mérkőzéseit a jövőben. 21. alkalommal találkoztak a fogadhajtók a hagyományos gerjeni versenyen. A háromnapos viadalon 22 fogad küzdött egymással és az elemekkel, ami a sportág jelenlegi helyzetében jó eredménynek mondható. Három napon át küzdöttek lovak és lovasok egymással a gerjeni pályán, melyre a zsüri elnöke azt mondta, erősségét tekintve megüti a nemzetközi mértéket. Ezúttal 22 fogat hajtott a különböző nehézségű pályákon, ami annak ellenére, hogy a fogathajtás magyar sikersportnak tekinthető, akár kevésnek is mondható, de ez nem így van. Eljutottunk egy olyan helyre, hogy a országos A és B kategória van, nálunk póni fogatok versenyeznek. Ettől főjebb már szerintem ennek a kis településnek nincs, de erre is büszkék lehetünk, mert itt a környékben ennyi versenyt nem rendeztek meg senki. 22 fogat indult el a hétvégén Gerjenbe, ez jónak mondható a mai viszonylag meg figyelembe véve. Én úgy gondolom, hogy itt túl nagy fejlődés már nem lehet várni. Elértük azt, itt is azt a szintet, amit el lehet, ennél főjebb már csak akkor, ha ilyen nemzetközi versenyeket tudnánk rendezni. A fogatversenyek száma az országban jelentősen csökken, mondja Bocsi Csaba főbíró. Minden versenyhelyszínnek örülni kell, főleg, hogyha ilyen színvonalra próbál törekedni a rendező, mert ez csak emeli a fogadhajtásnak az imidzsét. Egyre kevesebb az új versenyző, és igaz nemzetközi szinten a magyar fogadhajtás mindig is jegyezve volt, és az egyik legeredményesebb sportunk a fogadhajtás, de a következő generációnak a kinevelése egy kicsit úgy megtorpant. Azért voltak jó ellenpéldák is. Itt van mindjárt Domsad Alma, a helyiek büszkesége, aki a díjhajtás ezüstérmével távozhatott a pályáról. A füzesgyarmati lovasok elégedetten mehettek haza, hiszen az A kategóriában Sipos Zoltán, a B-ben pedig Hegedűs Sándor révén szereztek abszolút győzelmet. Egészen extrém teljesítményre vállalkozott Hidvégi Üstös Pál, magyar ultrasportoló. A férfi Váctól Mohácsig több száz kilométert úszott le a Dunán 6 nap alatt. Azt mondja, sokkal nehezebb dolga volt, mint amire számított. Több mint 240 km a Dunán Váctól Mohácsig úszva ezt a hihetetlennek hangzó feladatot vállalta a Hidvégi Üstös Pál ultrasportoló. A nem mindennapi, mondhatni extrém teljesítményt jegyző férfi Tolna megyébe Bölcskénél lépett be, először pedig Pakson szállt partra. Jó látni, hogy azért így augusztus végén még szép számmal horgásznak, illetve fürödnek a Dunában. A korábban már a Tisza magyarországi szakaszát végigúszó kerékpározó és futósportoló természetesen nem azért vágott neki a Dunának, hogy a horgászokat számolja a vízből. Pál nem mindennapi akciójával a környezet védelmére és a természetes vizeink szépségére akarja így felhívni a figyelmet. Az elmúlt 15 évben a Tiszával foglalkoztam a Cián után, leúztam azt is hosszával, illetve körbenek hosszáfutottam, és hát több mint 250 előadást tartottam szerte az országba, és főleg a dunamenti települések iskoláiban is, és gyerekek, hát palibámos pár a Dunát is le kéne úszni. Persze nem ezért nem a kihívás motivál, hanem a kihívás az egy eszköz, hogy eljusson az emberekhez a Duna fontossága, környezetvédelme. Pál naponta nagyjából átlagban 40 kilométert úszott, egy nap hián egy héten keresztül. Egy napon kétszer-háromszor szállt csak partra, mindenhol újságírók várták. A dolgát nehezítette, hogy a Dunában sokkal több zátony és mesterséges kövezés található, mint a Tiszában.
Ezek a felvételek már egy nappal később Baján készültek. Pál itt is megállt még Mohács előtt, és újra beszélt arról, hogy mi is a célja a Dunaúszással, ezúttal bővebben, mint Paksnál. Sokszor tapasztaltam azt, hogy micsoda szemét halmaztáradat jön le úgy a Tiszán vagy a Dunán. Már is ennek a Dunán azt tapasztalom, hogy nagyon tiszta, és az emberek is használják ezt a lehetőséget, ugye a sporthorgászok, mint a turisták, és ez nagyon jó. Úgyhogy a természet adta lehetőségeit kihasználva úgy úszva el tudjuk jutatni az emberekhez ezt a nemes célt. Az úszó dolgát nem csak a zátonyok és kövezések tették nehézé, időközben a levegő és persze a víz hőmérséklete is sokat változott. Már ősz van és hideg a víz, nem gondoltam volna a Vácról indulva, hogy 21 fokos a víz, következő napra már 19. Kis eső, kis borús idő és mindjárt itt figyelembe véve a vízügyi jelentéseket, plusz ruhát kell venni az embernek magára. Pált egyébként az Országos Vízügyi Főigazgatóság is támogatta. Minden napra részletes vízügyi előrejelzést készítettek neki, esténként pedig a gátörházakban kapott szállást. Az ultrasportoló végül sikeresen teljesítette a több mint 240 kilométeres dunai úszást. Ennyi fért bele műsorunkba. Köszönöm a figyelmüket, tartsanak velünk a jövő héten is. De ne feledjék, a sportot nem csak nézni, űzni is jó. A viszontlátásra!